Ez itt a Szürke Zóna. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, szürkeállomány rovata. Én Rezső vagyok, a másik mikrofonnál pedig Dani barátom. Hellóztok! Észrevehetitek, hogy kicsit másképpen vezettük fel ezt az epizódot, ez azért van, mert... De ez a szürke állomány rovat, ez nem teljesen fog beleilleszkedni a szürke zóna mainstreambe, ugyanis a szürke zóna podcast keretein belül csak és kizárólag szürke zónás esetekkel akarunk foglalkozni, és ehhez tartjuk magunkat, és szerintem elég jól is csináljuk, mert nem igazán éreztük még szükségét annak, hogy valamelyik témát eljófejkedjük, vagy egész egyszerűen elpazaroljuk arra, hogy nem beszélünk róla, meg nem cincáljuk szét, uh -huh. de ugyanakkor meg, meg van a ingerenciánk arra, hogy kicsit off-topic diskuráljunk, kicsit. Nem, nem feltétlenül arról van szó, hogy melyikünk látta az újabb Marvel filmet, ez szerintem abszolút egy tartalmatlan és, és abszolút nem követendő irányvonal, de, de én például nagyon szívesen beszélnék arról, hogy mik a tapasztalataim a podcasttel kapcsolatban, tehát a szürke zóna podcasttel kapcsolatban. Szeretnék reflektálni a hallgatóságnak a javaslataira, megnyilvánlásaira, nyilván senkit nem akarok kellemetlen helyzetbe hozni, de egyszerűen olyan, olyan folyamatok olyan fejleményeket látok, hogy magam is csak pislogok, hogy már tök sok tagja van a, a telegram csoportunknak, és tök érdekeseket írnak, tök érdekes ötletet adnak a, a kedves hallgatók, az e-mail fiokunkra, szürkezonapodcast.gmail.com-ra is rendszeresen kapunk ötleteket, és egy csomószor, Ugye válaszolunk rájuk, és, és úgy írják, hogy wow, nem is számítottunk rá, nem is számítottam rá, hogy fogtok írni, de hogy köszi szépen. És pipak azon kapom magam, hogy ha már így leírták a gondolatokat, akkor már kérdeznének is valamit, és ez egy, ez egy rendkívül érdekes, és, és számomra megszívlelendő folyamat, és ezt szeretném egy olyan mederbe tölteni, amit gyakorlatilag ezzel a szürke állomány rovattal fogunk tudni realizálni. Dani, neked mik az elképzeléseid ezzel kapcsolatban? Szerintem is egy nagyon jó kezdeményezés, mert egy picit azt érzem, hogy ugye amikor készülünk az adásra, meg vesszük fel az adást, meg minden akkor, mint hogyha ugye full sebességgel haladnánk előre, és azért eléggé próbálunk tényleg arra odafigyelni, hogy ne húzzuk az időt, ne menjünk nagyon off topicra. Néha-néha esetleg egy-két fél mondatot megengedünk magunknak, de szerintem azért jó tud tenni, hogyha egyet-kettőt visszaváltunk, egy kicsit egy picit lazábra veszik az egészet, és, és, így megéljük akkor, hogy pontosan mi is történik ezzel az egész podcasttel, mert persze mi négy szem közt azért folyamatosan próbálunk erről diskurálni, ettől függetlenül akár tényleg tapasztalatszerzést megosztani, hogy, hogy nekünk mi a, mik az élményeink, tapasztalataink, az például ez egy nagyon jó felület lehet erre is akár alapvetően nem csak ilyen, nem, nem a podcasthez illő témákkal szeretnénk a szűk állomány rovaton belül foglalkozni, hanem ugye előfordul például, hogy más podcastből átszólnak nekünk, mint ahogy most elő is fordult, Én gyakorlatilag a Hekkes Lángos podcast az nevezsül a 175. epizódjában, a Kőpapíroló győztese című epizódban, nagyjából a 20. perc körül átkiáltott a szürke zóna podcastnek, hogy egy technikai jellegű aktualitás kapcsán kíváncsiak arra, konkrétan nincs a nevű host fogalmazta meg a kérdéseit, kíváncsiak arra, hogy a adott hírrel kapcsolatban mik a jogi vonatkozások, és ugye erre más lehetőség a podcast műfaján belül jelenállás szerint nincs nagyon számunkra, mert most egy a legutóbbi epizódunk egy önkényes házfoglalókról szóló epizód volt. Nem fogunk tudni 20 percet rászánni arra, hogy egy abszolút nem odaillő témával foglalkozzunk, Igen. de erre itt lesz a szürke állomány. És én ezt szeretném erre ösztökélni a hallgatókat is, hogy nyugodtan tegyetek fel a kérdéseket, és hogyha olyan összetételű, vagy, vagy olyan módon körbe tudjuk járni, hogy tényleg rá lehet szállni egy adást, vagy annak egy részét, akkor ezt be fogjuk rakni ebbe a szürke állományba. Egyébként ugye Patreonon támogathattok minket, és tírekre osztottuk a támogatási lehetőséget. És a legnagyobb tír, az a maximális szürkeség nevet viseli, ez egy 5 dolláros tír, és ennek azt a, azzal a tulajdonsággal ruháztuk fel ezt a tírt, hogy aki ebbe fektet bele, az feltehet nekünk kérdéseket, és akkor ezeket a kérdéseket körbe tudjuk járni, körbe is fogjuk járni a podcast keretein belül. És ugye ez megint csak egy olyan dolog, amit amivel nem tudjuk terhelni a mainstream, Podcast folyamot, de a szürke állomány az az ideális lesz erre. Úgyhogy ösztökérünk titeket arra, hogy támogassatok minket Patreonon a lehető legnagyobb csomagban, mert akkor kénytelnek leszünk válaszolni a kérdéseitekre. Igen. Persze, ez csak vicc. Egyébként is fogunk tudni válaszolni a kérdéseitekre, de nagyon-nagyon megköszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon. Ez egy hatalmas visszacsatolás nekünk, és elég sok patronálunk van, és ez, ez, ez egy nagy nagyszerű dolog. Nem is sz számítottam rá. Igen, igen. És ö, szerintem már talán megemlítettük korábban, ö, hogy ez az első ilyen, hát nem is tudom, minek nevezem, ez kreatív próbálkozásunk, vagy akármilyen próbálkozásunk, ami, aminél ilyen visszacsatolást kapunk. És hát most lehet, hogy akárhogy érteni, nyilván én a legjobb értelemben mondom azt, hogy ez egy rendkívül pozitív visszacsatolás, és és annyira jó érzés, hogy hogy az emberek, ugye, még hogyha csak akár filérekről is van szó, úgy érzik, hogy, hogy méltóak vagyunk arra, hogy támogassanak minket. És uh, én egyáltalán nem vagyok annak a híve, hogy nagyon-nagyon sok mindent ugye az ember fizető fal mögé rakjon, mert úgy érzem, hogy valahol akkor egy picit ugye az identitását elveszti ez az egész, és, uh, és én úgy gondolom, hogy itt nem is erről van szó, hogy tényleg rendkívül fontos és, és alapvető dolgokat uh, Ilyen fal mögé zárjunk, de ettől függetlenül úgy érzem, mint fogyasztó, ugye a másik oldalról is, hogyha megszólhatok egy pillanatra, hogy ennek az exkluzivitásnak azért van egy érzése. Szóval nem hiába én is akár már Kickstarteren támogattam projekteket, meg hasonló, és úgy, úgy, úgy érzem, hogy azért ilyen jellegű támogatás az néha nekem is jól esik, mint fogyasztónak, hogy tényleg akár egy akciófigura, vagy akár egy podcast, vagy akármit lehet ilyen szinten támogatni. Nem olyan régen beszélgettünk egyébként Danival arról, hogy éljünk-e egyáltalán a monetizálásnak a lehetőségével a podcast tekintetében, hogy mondjuk csináljunk -e egy alternatív fizetős podcastet emellé, hogy egy bizonyos alapvetően érdeklődésre számot tartó témában csináljunk-e egy másik podcastet, vagy, vagy bizonyos epizódokat fizetősíteni, de, de valahogy teljesen evidens volt, hogy, hogy abszolút nem, tehát hogy erről szó se lehet, és ezt, ezt szerintem ez, ez ki fog tartani a podcast egész életútja tekintetében, vagy terjedelmében, mert hogy szerencsére ezt a podcastet nem azért csináljuk, mert várunk tőle bármit is anyagilag. Nyilván én ha, nyilván mindenki hallgat, jellemzően podcast kedvelők hallgatnak más podcasteket, és nagyon érdekes jelenség számomra, hogy, hogy például az amerikai podcasteknek a java része az reklámmal megy el. Itt egy 20 perces dologhoz választok egy hallgatnivalót, elindítok egy podcastet, és elment 10 perces, még mindig ugyanarral a matrac király boltról hallom a reklámot a, a hostoktól. Amit, 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 egyébként más podcastekből is szoktam hallani, szóval úgy néz ki, hogy vannak ilyen matrackereskedők, kereskedők, akik ki podcasteket céloznak meg, és egyébként tökre örülök neki, hogy az Egyesült Államokban emberek megélhetnek a podcastelésből, ez egy szuper jó dolog. Magyarországon ez nem reális. Én azt gondolom, hogy a népszerű podcastek sem jutottak még arra a pontra, hogy egyáltalán szponzorált tartalmakról legyen szó. Ha meg egyébként szereznénk egy szponzort, hát nem is tudom, nem, olyan, nem ugyanaz lenne már ez a podcasterés, mint, mint a fekete lemezölötti korszakában, vagy hogy mondjam. Tehát, Ugye. tehát egész egyszerűen onnantól kezdve, hogy pénzt, pénzt remélnénk, és a, és a kimondott szavainkat az befolyásolná, hogy kitől kapjuk a lóvét, hogy vittem én VPN szolgáltatóknak, itt eladnánk magunkat, és akkor el kellene mondani, hogy a mit, milyen VPN jobb, mint a többi, nekem bevált, hát nem lenne ugyanaz. És én, én ezt az önazonosság jegyében szeretném csinálni, és csak úgy okoz nekem örömet, hogy ezt a magunk keretein belül, abszolút a hobbi szinten tudjuk folytatni, és de szerencsére soha nem fogja ennek a podcastnek az elejét venni az, hogy hát anyagilag ez nem éri meg annyira. Szó sincs erről, nem azért csináljuk, sok egyéb szempontunk is van, nekem elsősorban a, a, egy kreatív vonatkozása van ennek a dolognak, a tartalomgyártása számomra egy ilyen orgazmikus élményt okoz, szeretek ezekkel a ezekkel az esetekkel foglalkozni, szeretem ezeket feltárni, iszonyú büszke vagyok, amikor az emberek mondják, hogy uh -huh. hallottam, hogy, hogy, hogy az új epizódot, és hogy tök érdekes volt, meg sőt, amikor visszahallom a 18, a feleségemnek a 18 éves unokahugának a szájából, hogy meghallgatta a, a nem is tudom melyik epizódunkat, a kihallgatástechnikás technikás epizódunkat, és hogy ott hallott valamit, ami tök érdekes volt, és azt, hogy rávetíti a saját életére, egészen meglepő, hogy már itt tartunk, hogy már, már, már a fiatal generáció is tudja értelmezni ezt a dolgot, és egy picit ez összefüggésben van a Szürke Zóna Podcastnek a céljával is. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy érthetően magyarázzuk el a dolgokat mert Szerintem mindenkinek van ezzel kapcsolata, hogy milyen az, amikor úgy magyaráz el valaki valamit, hogy nem tiszteli a laikusságodat. Szerintem aki utál valamilyen tantárgyat, mint például te vagy én a matekot, az valószínűleg oda vezethető vissza, hogy egyszer úgy állt hozzá valaki ennek a dolognak, hogy te ezt már tudod, a te laikusságodra egyáltalán nem kell tekintettel lenni, vagy mondjuk a osztály többi tagjának magyarázta éppen a, a, a tananyagot. Tehát egész egyszerűen nem vették figyelembe azt egy élethelyzetben, hogy mi ezt nem feltétlenül tudjuk. És én ezt szeretném ezt képviselni, hogy, hogy, hogy én, én maximálisan tiszteltbe szeretném tartani a laikusságot, és mindent úgy szeretnék elmagyarázni, hogy ne csak én értsem. Persze én is belekerülhetek ilyen élethelyzetekbe, mert aki egy szakmában mozog, az nagyon könnyen belefeledkezik a szakkifejezésekbe, van egy gondolatfolyam a fejében, és odáig akar eljutni, és nem veszi észre, hogy olyasmit mondott, amit más nem érthet, De az meg egy megint egy másik művészet, hogy ez, ezt, ezeket a pillanatokat valahogy kezelje az ember, hogy ó, te ezt nem érted, na figyelj, akkor elmagyarázom. És az a helyzet Magyarországon szerintem ez iszonyat ritka, mert egyetemeken is felírnak valamit a táblára, felír, felír valamit a statisztikatanár vagy a tanár és akkor valamit, amit el kellene magyaráznia, azt megoldja úgy, hogy általános iskola. Így mond egy ilyet, hogy általános iskola. Mm tudjátok, ez az angol szövegkörnyezetben, ez sokkal kedélyesebben hangzik, hogy come on guys, it's not rocket science, hogy ez nem rakéta tudomány, ez azért nem annyira bonyolult, ezt, 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 lehet érteni. De Magyarországon meg egy ilyen, egy ilyen ultimate ö, euh, pikkászt így beraknak a izzék, a, a tanárok, professzorok, hogy hát ezt már megtanulták az általános iskolába, mintha ez olyan egyszerű lenne. Abszolút egyetértek ezzel, hogy ez az átláthatóság, egyértelmű gondolatok, meg ilyesmi, az nagyon fontos, mert tényleg hát főleg ugye a, a jogi nyelv az nagyon-nagyon errettentő tud lenni, és szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg akár a fiatalabb generációknak, de akár a idősebb generációknak is azért egyeteműen és átláthatóan tudjuk átadni ezeket a témákat, mert persze azért van egy-kettő, ami nem feltétlenül fog minket valaha is érinteni, mert mondjuk annyira ö, usa a specifikus téma, vagy akármi, de ettől függetlenül azért tényleg a lakásokkal kapcsolatban, a, a, a fenyegetésekkel kapcsolatban, a minden, amivel, amivel azért ugye manapság minden nap találkozhatunk, tényleg azért fontos, hogy tudjuk, hogy milyen opcióink és lehetőségeink vannak. Igen, alapvetően ugye ezt a rovatot magára a podcastre szánnánk, tehát nem a témáknak, hanem, hanem annak, hogy a Szürke Zóna podcastről beszéljünk. Az első néhány epizódot ezt így ennek is szánnánk, hogy így a, a Szürke Zóna podcast eddigi történetéről beszéljünk, a kialakulásáról, az előzményéről, kicsit a megjelenési formáiról beszéljünk, úgyhogy mai napon erről fogunk beszélni, illetőleg reagálunk a Hekkes Lángosnak a feltett kérdésére. Uh -huh. Egyébként távlati terveink között van, hogy vendégeket is hívunk. Terv szerint úgy néz ki a dolog, hogy kitárgyalunk egy témakört, és utána, hogyha találunk valakit, aki kompetens lehet, uh -huh. vagy kompetensnek érzi magát, vagy tudna olyat mondani, amire érdemes rászánni egy, egy podcast epizódot, akkor arra reflektálva csinálunk egy ilyen második epizódot. Mondjuk most tényleg nagyon buta példa, de az önkényes házfoglalók epizódra csinálnánk egy önkényes házfoglaló kettőt, amikor meghívnánk valakit, aki Tudna is véleményt adni arról, amit mi például elmondtunk, helyre tudna rakni némely például félreértést, vagy tudna konkretizálni némely kérdést. Ez is egy terv, de ezt uh -huh. hát még nem tudjuk, hogy hogy alakul. Egyelőre most elég jól meg vagyunk ilyen család, családias környezetben. A műfaj egyébként nem feltétlenül követi meg, követeli meg, hogy legyenek vendégek, de ugyanakkor nem, nem is zárja ki annak a lehetőségét. Egyelőre ennyi. Úgyhogy induljunk is el ezen a vonalon. Aha. Beszéljünk egy picit a szürke zóna megjelenési formáiról, tehát a podcast megjelenési formájáról. Minden epizódunk leírásában megtalálható egy kisebb lista az elérhetőségeinkről. Így például a Telegram csoportunknak a linkje, amiről beszéljünk egy pár gondolatot. Ez egy, ez egy nyilvános csoport, a szürke, szürke zóna kibeszélő, Szinte minden héten fel jelentkezik valaki, ne, nem bombázták még meg a a, a, a hallgatók a, a csoportot, de azért elkezdett kialakulni egy nagyon érdekes ilyen hallgatói közösség. Ugye, minek után kibeszélő a neve, az lenne a funkció, hogy kibeszéljük az élményeinket, a podcasten elhangzottakat, és ez még várat, most egy picit még magára, de, de azért szoktak reflektálni a hallgatók és a csoporttagjai az epizódban elhangzottakról, elmesélik a saját történeteket, én ennek örülnék a legjobban, hogyha lenne valami történetünk, arra, arra és, és azt valaki magára ismer, vagy valakinek hasonló élménye van, például a Lódítók című epizód után egy csomóan beírták, hogy milyen kamugépek ismerősei, kamugépek gépek vannak az ismerősei között, és ez, ez egy tök érdekes tartalmat kreál oda a csoportba. Egyébként ugye én minden epizód közzététele alkalmával oda felpinelem úgymond az epizód közzétételéről szóló hírt, és van még egy nagyon érdekes vonatkozása, hogy egy uh -huh. egy hashtaggel ellátom az epizódokat. A reményeim szerint ez abszolút nem követendő, de hogyha ne agy isten, nektek valami eszetekbe jut a legelső epizódunkkal összefüggésben, a szabadalmi trollok témakörével összefüggésben, akkor, akkor tök hasznos dolog, hogy beraktok egy hashtag szabadalmi trollok hashtaget, és, és úgy írjátok meg, mert akkor bármit, amik, amit, amit felszeretnél tárni a témában, hogy emlékszel, hogy valaki írt valamit a szabadalmi trollokról, akkor azt a hashtag mentén fogod tudni megkeresni. Nyilván nagyon jó a kereső funkció a Telegramban, de ez talán egy picit az átláthatóságát meg a követhetőségét segíti. Én nagyon örültem volna más podcastek esetében, hogyha ilyen módokon én valahogy tetten tudnám érni, hogy egy évvel ezelőtt ott leírt valaki valamit, és az mi is lehetett, egy, egy, hashtag ilyenkor nagyon sokat tud segíteni. Ugye én a Telegramot azt nem nagyon használtam eddig, én kicsit ilyen old school voltam ezen a téren, hogy ugye azokat a social media felületeket, mint Facebook meg hasonló használtam, sőt leginkább Facebookot használtam. Nekem egy picit mindig nyug, ugye, egy ilyen új alkalmazással megismerkedni, főleg én úgy érzem, hogy a Telegram talán valamelyest ilyen eléggé, hát nem is tudom, réteg közönséggel rendelkezik, és egy picit még, ugye, hogy mondjam, azért sokszor előfordul az, hogy elhanyagolom, de azért azért próbálom, ugye, figyelni, hogyha véletlenül valaki valamilyen oknál fogva nekem szegezne egy kérdést, akkor azt természetesen megpróbálom megválaszolni nem tudom, ez az egész, ugye, hogy hogyan kommunikáljunk a közönségünkkel, ez egy nehéz kérdés, főleg akkor, hogyha nagyon-nagyon nagy hálót vetünk ki, mert minél több alkalmazást, social médiát, meg egyébet használunk, szerintem annál nehezebb kontrollálni. Úgyhogy ebből a szempontból jó, hogy kialakul, ez kialakulóban van ez a Telegram felület, mert tényleg naponta csatlakoznak föl új emberek, és, és azért tényleg egyre többen szólnak hozzá különböző kommentekkel, úgyhogy ebből a szempontból jó. Nekem még ugye egy picit, picit idegen, mert egyéb felületekhez szoktam hozzá. Igen, egyébként van egy rövid történet a telegramnak, a mi, mi köreinket illetően, hogy én én is először egy podcast kapcsán hallottam a telegramról, és nekem is totál idegen volt, hogy mi az Isten, ez a telegram? Aztán így láttam, hogy azért elég sokan használják, ugye mindenkinek van ilyesmivel élménye, hogy így elkezdenek a köreiben megjelenni a, mit a Viber felhasználók, meg a Signal felhasználók, meg mit tudom micsoda, és nekem is hasonló volt ez a telegram, aztán nekem nagyon gyorsan nagyon-nagyon megtetszett ez az applikáció, mert eleve nekem ugye az a, az a marketing fogás, hogy ez egy titkosított felület és titkosított csatorna, és, és ennek megfelelően tudsz titkosított módon kommunikálni akárkivel. Az nekem viszont szexi volt, tehát én pont akkor így belekerültem ebbe az ilyen információbiztonsági szférába, és nekem ez nagyon szimpi volt egyszer egy jöttek elő a hírek, hogy a Mark Zuckerberg már a messenger üzeneteket is olvassa, sőt a hangfelvételeket is hallgatja, és hasonlók, és már egyre inkább ilyen heróton volt tőle, hogy hogy a Mark Zuckerbergnek én akármit odaadjak, és hát egy baj viszont volt a telegrammal, hogy az én köreimben rajtam kívül csak én használtam, <laughs> tehát hogy senki, senki nem nem használta, és hát mit volt mit tenni, hát elkezd, el kellett kezdeni átállítani a, az ismerőseimet és a szeretteimet a telegram használatra, feleségemet elég gyorsan megtörtem, de neki hát tökre tetszettek ezek a matricák, meg minden, úgyhogy ez tök jó akkor sikerült az anyósomékat is megtörni, velük már csak telegramon beszélünk, és ti barátaim egy kicsit nehéz falat voltatok, mert emlékszem pont ilyen ünnepek környékén jött elő egy hír, hogy ugye a Messengerrel kapcsolatban, hogy a már Zuckerberg mi mindent lehallgat, és akkor mondtam, hogy hát itt az alkalom, hát gyertek át telegramra, mert hogy tökre jó, meg hát írtam nektek, hogy ilyen-olyan titkosítás, meg ezt aztán nem látja a Mark Zuckerberg, meg, meg, meg van, van külön ilyen még titkosabb formája az üzenetnek, yep. meg hogy törölheted az üzeteidet, meg megsemmisítheted a beszélgetéseidet, meg ilyen, ilyen, ilyen köthetsz hozzá ilyen, ilyen visszaszámlálót, hogy mit ilyen két napon belül megsemmisül az egész üzenetváltás, és tényleg egy ilyen vonzó felület, és hát akkora ellenállásba ütköztem, hogy te ugye izé, te ugye mindent, amit javasol neked az ember, azt te inkább nem csinálod, mert már csak azért is, mert javasolta, tehát hogy, rossz emlékek, de hogy, de hogy ne, te nem igazán szereted ezt, amikor így, így oda dörgölik hozzád azt, ami másnak bejött, és a, barát, a többi barátaink is így voltak vele, hogy te, telegramot mi az Istennek, meg már van két felület, amit néznek, meg három felület, amin kommunikálnak, meg könyvelővel, Viberen, barátokkal, messenger és most minek legyen telegram, és hát igazából jogos is, de hát én nem értettem, hogy egy ilyen után, hogy a Facebook olvasgatja az üzeneteidet, messengeren, ilyen után, miért ne akarnál látni telegramra? Mondom, sem kell egyébként, a telegram sem teljesen szent, tehát alapvetően ezek az elektronikus hírközlési szolgáltatások, ezek tekintetében jogszabály írja elő, hogy körülbelül tíz szervezet férhet hozzá bizonyos célból, bizonyos levélváltáshoz, például a mm -hmm. Nemzeti Bank az a short pozícióval kapcsolatos információkat simán kikérheti a Telegramtól, és a Telegram simán oda kell, hogy adja. Ennek feltárása egy későbbi szürke Zóna podcast tig várat magára, mert most erről nem akarunk beszélni. Neked mi volt a megélésed, amikor át akartalak csábítani? abszolút teher és nyűg, és minden bajom volt. És természetesen elkezdtem egyből nézni, hogy mennyire valósak ezek az állítások, hogy mennyire bomba biztos. Hát nem az egyébként. Itt nyilván inkább arról van szó, hogy ha valaki meg akar hackelni valamit, azt meg is fogja hackelni, Ebbe szerintem senki nem tud belekötni. Itt tényleg inkább az, hogy amíg mondjuk egy telegramot hatóságok, meg hackerek nézegethetnek, ha megtalálnak téged, és kedvük van hozzád, ugyanakkor egy Facebook, meg hasonló platformok, meg, meg minden nap 0-24-ig amit csinálsz, azt simán kényelmesen továbbítják. Úgyhogy persze biztonságosabb a Telegram. Hát én, nekem még mindig a régi csatornáim a preferált kommunikációs csatornáim, és ez szerintem így is fog maradni, de ettől függetlenül igen, hogyha esetleg valami olyan dologról van szó, amit biztosabbnak éreznék, hogy hú, talán jobb, hogyha telegramon küldöm, akkor azt, azt nyilván ott fogom. Igen, de egyébként szívesen várunk mindenkit a kezónak kibeszérőbe. Beszéljünk kicsit az Instagramról, van egy Instagram oldalunk is, Ö, nem hiszem, hogy sokan iratkoztak fel, vagy sokan követtek be minket a hallgatóink közül, de nem is nagyon teljesen evidens az Instagramnak a funkciója. Mert elindítottam, mert hogy pár részről azért hozzuk le a, a hírt, tehát hogy mondjuk megjelent a lódítók epizód, és akkor ahhoz csináltam valami mémet, és akkor lehoztam, de láttam, hogy azért ennyiben nem merülhet ki egy Instagram oldal, mert én nem vagyok egy nagy ilyen közösségi média aki de, de, azért mémeket szeretem, mém oldalakat szeretem, és mémeket gyártani is szeretek. Igaz, nem mindegyik sikerül olyan rettentően viccesre, tehát nem tudom, kapva kaptam az alkalmon, és a Szürke Zóna Podcast Instagram oldalából egy ilyen mém oldalt próbálok gyártani, némely mém összefüggésben van a podcasttel, de a legtöbb mém pedig annak a gyártmánya, hogy egész egyszerűen volt egy ilyen, ilyen intuitív sugallatom, hogy na ez jól néz neki mémben, megcsinálom, letesztelem a feleségem, menő, röhög rajta, jó, mehet a izé. Ha nem, nem túl offenzív, akkor mehet az Instára. És ez, ez, megint csak szórakoztat engem, én mindig is gondolkodtam ezen, hogy egy ilyen mémoldalt oldalt milyen lehet üzemeltetni. Szerintem ez inkább egy ilyen brigát kellene legalábbis, tehát szerintem öt, öt ember kellene ahhoz, hogy, hogy így, hogy is mondjam, egy ilyen ilyen piaszképes mém oldal induljon. Tehát azért minimum, hogyha te is eszedbe jutnak azok a, azok a oldalak, amiket követsz, azért napi ilyen 20, legalább 20 ilyen story lemegy Instagramon. Igen. És hát annyi, annyi mennyiségű helyes mémet kigyártani, lenyártani az irreális. Hát nekem kicsit fura is ez az, az egész, mert ugye magát a terméket tekintve abszolút idegennek tűnik az, hogy Instagramot használni, ugye, mint egy, mint egy felület. Nyilván azért az évek alatt szerintem eléggé beleívódott mindenkibe, hogy az Instagramon cicis nénik bikiniben mutatkoznak, meg, meg, meg ilyen 20 éves influencerek villogtatják a vagyonukat, pénzüket, meg minden ilyesmit. És, és nem feltétlenül az Instagram jutna eszembe elsőként, hogy na akkor egy podcasttelt ott próbáljunk reklámozni, vagy akármi, de szerintem egy kis kreativitással bármi megoldható, és végül is ez is egy ilyen kis plusz felület lehet, amit ugye a rajongóink, hallgatóink azok, azok megnézhetnek, és, és akkor esetleg oda feltölthetünk egy-két dolgot, ami, amíg adott esetben kicsit kiparodizálják az epizódokat, vagy, vagy, úgy kicsit humorosabb színben tüntetnek föl témákat, vagy akármit, amit megbeszéltünk. Igen, alapvetően magam sem nagyon tudom még, hogy mi, 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 mi célból kezdtem el ezt az Instagram de mély moldalt csinálni a Szürke Podcast-hez. Nyilvánvalóan azért, hogy ilyen irányból is támogassam a közönségünket, az volt a benyomásom, hogy egész egyszerűen az csak a javára válhat a podcastnek, hogyha a hallgatók még egy ilyen felületen is tudnak követni minket, és hát nyilvánvalóan nem a követés a lényeg, hanem, a, hanem az, hogy a hallgatók azok, azok elégedettek legyenek, és kapjanak valamit, és szerintem vicces mémektől azért mégiscsak tud valaki valamit kapni. Uh -huh. Valami ilyesmit várunk az Instagramtól, de, de az se kizárt, hogy egész egyszerűen abba hagyom az ott posztolgatást, és hetekig, hónapokig nem lesz ott semmi. Yeah. Ki tudja, ahogy alakul. Ugye a pot podcast epizódjainkat, azokat milyen felületen tesszük közzé, alapvetően ugye Spotify-ra megy föl, de Google Podcast-en is hallgatható, Apple Podcast-en is meg lehet őket hallgatni, és a legtöbb ilyen felületen elérhető, tehát egy egyszerű googlizás után szerintem elég könnyen meg tudja találni az ember, hogy melyik platformon szeretné ő hallgatni, és YouTube-ra is feltöltögetem, bár látványos, hogy nem, a legtöbb ember nem ott hallgatja, de van egy ilyen benyomásom, hogy egész egyszerűen azt nem lehet elkerülni. Tehát ha, ha csak tíz ember úgy van vele, hogy ő, őt nem érdekli a Spotify, nem érdekli ez meg az, hanem ő a jó öreg YouTube-ot szeretné podcast hallgatásra használni, akkor ez igazodnunk kell, és ha plusz munka is, de gondoskodni kell arról, hogy ezek az epizódok YouTube-on is elérhetők legyenek, és emiatt nem fogok ö, fenntartásokkal élni sohasem, mert minél többen tudják hallgatni, a számukra legideálisabb formában, nekünk annál jobb. Így van, és valahol ebből a szempontból is egy kicsit régi módi vagyok, hisz én a bármi podcastet, hogyha hallgatok, akkor azt én általában a Youtube-on teszem meg. Az más kérdés, hogy azért, mert ezek videó podcastek. Nekem is van Spotify-on például, meg ugye a most a mi podcastünk miatt simplecast is megnéztem, de valahogy egy picit, hogyha ha gépen vagyok, akkor mindig YouTube felé húz a szívem, és amikor mondjuk úton vagyok, tömegközlekedésen vagy hasonlók, akkor szoktam ugye adott esetben a Spotify-t bekapcsolni, és igen, valahogy a YouTube azért vissza-vissza kacsingat mindig, tehát akár, hogyha streamelésről beszélünk, akkor azért, azért elég elő van szintén, tehát hogyha szint, szintisztán hangról beszélünk, és nem is kíséri videó a hangot, akkor is azért elég sokszor töltenek fel az ember emberek YouTube-ra, mert tényleg az egy bevált, mit már 2004 óta van, közismert, és, és egyszerűen egy olyan felület, vagy egy akkora, szereplő az egész szintére, hogy, hogy nem lehet elkerülni. Patreonról még pár szót ejtenénk. Van ez a felület, igazából elég sok feliratkozónk van, Patreonon is. Ugye a legkisebb csomag az ilyen egy dolláros, tényleg csak ilyen névleges összeg de mint beszéltük egy ilyen visszacsatolás számunkra, és ez nagyon sokat jelent nekünk, de azért oda is gondoskodunk arról, hogy extra tartalmak, prémium tartalmak, ha nem is egységes formában, de mindig felkerüljenek, uh -huh. tehát például egyszer Dani kivágta az összes szipogást, köhögést az egyik epizódból, és csinált belőle egy ilyen félperces, hát meglepően és elrettentően hosszú epizódot, és szerintem viszont vicces volt. Valamikor az adott témánkkal kapcsolatban Aznap, hogy a podcast felvétele van, beszélünk pár szót arról, hogy mit tenni egy egy olyan dologgal kapcsolatban, ami odavág, mit valami valamilyen szürkezónás, ilyen veszélyes üzelmek a Peremvidéken volt is egy ilyen epizód és egy-egy ilyen élményünket elmondjuk a Fire Festival után a leggázabb koncertélményeinkről beszéltünk, szóval ilyen vetületben próbálunk prémium tartalmat gyártani, de tök változatos legutóbb Dani például a kiadók epizód miatt elvégre abban ilyen önmenedzselt közösségi média hasbeszélőkről volt szó, akik nem átallanak ö, utcai plakátot befotoshoppolni a saját brandjük építése jegyében. Hát Dani Ernek hatására csinált egy szürke Zona podcast utcai plakát fotoshoppolt, stockfotót, és szerintem tök poén volt, úgyhogy kettő ment a Telegram csoportba, az összes többi, plusz az a kettő, megment a, a Patreon oldalra. Úgyhogy azról is azért gondoskodunk, de hát jobb lenne, hogyha lenne egy marketing crew, de még nincs. Majd lesz. Egyszer talán. Tényleg ezeknek a kezelése... Annyi, annyi apró feladat van, meg ilyen kis, kis baszakodás, nap mint nap, hogy hogy mondjam, fárasztó tud lenni, nyilvánvalóan, minél több platformon megosztani, kreatívnak lenni még magán az adáson kívül is, azért tényleg megterhelő, és nyilván erre most bárki bármit mondhat, ugye hát a, az idősebb generációk szokták mondani, hogy jaj, hát ez nem is rendes munka, de hát nem hiába vannak youtuberek, meg egyéb emberek, akik ezt főállásban csinálják, és még amellett is van szerkesztőjük, meg stábjuk, meg ilyesmi, mert azért tényleg össze tudnak adódni a kis feladatok, meg kis, kis hülyéskedések. Podcast előtörténetére térnénk akkor rá, hogy pár gondolatba összefoglalnánk, hogy hogy alakult ez a podcastelés. Rész ugye nekünk már volt régen egy elég rövid életű podcastünk, nem szeretnénk megnevezni, mert ott én még nem Rezső néven futottam, és nekem elég fontos, hogy a a személyazonosságom az relatíve érintetlen maradjon, vagy legalábbis titkos. Ennek egy oka van egyébként, hogy némely epizódban adott esetben olyat is elmondhatok a saját szakmai életemből, amelyet hangsúlyozva adott esetben titoktartási kötelezettség is érinthet. Tehát nem szeretnék abból problémát, hogy mondjuk az egyik ügyfelünk, ügyfelem belehallgat ebbe a podcastbe és, és ráismer arra, hogy például megemlítem őt, vagy a nála végzett munkával kapcsolatos dolgot. Természetesen nem akarom kibeszélni az ügyfeleimet, de nyilván vannak olyan élményeim a szakmai életemből, amik érdemelnek egy epizódot, ugye volt is erre már precedens. Nyilván, hogyha az elmondó fél egy rezső, és nem XY, aki valójában, az sokkal könnyebb nekem, mert tehát nincs azonosság. Tehát nem, nem sértettem meg a titoktartási kötelezettséget, mert nem én mondtam, hanem rezső azonosságom. Komplexebb kérdés. Nekem egyelőre ez kényelmes. Természetesen én abszolút nem ö, féltem az azonosságomat oly módon, hogyha ne adj Isten egyszer kiderülne, akkor Uram, Isten felakasztanám magam. Csak legyen egy picit nehéz kideríteni. Egyszer úgy is ki fog derülni, hogyha mondjuk egy hallgatónk rám ír, hogy lenne egy kérdése, lenne egy tanácsadásra való igénye. És akkor azt mondanám neki, hogy küldök egy e-mailt. Hát abból egyből, egyből rájönne, hogyha privát e-mailemről küldöm, hogy ki vagyok valójában. De nem az a lényeg, hogy örökké titokban maradjon, hanem egy picit nehezebb legyen kideríteni. Igen, hát voltak próbálkozások, meg voltak témák, ugye régen is, de de úgy érzem, hogy tényleg azért akár a szakmai tapasztalat, amit azóta szereztünk, mindketten, meg, meg a, a különböző új perspektívák, meg hasonlók, szerintem Ég és Föld a két produkció, és ez egy sokkal jobb podcast, mert jobban ki van alakítva, felkészülünk, nem csak helyben szedjük össze a gondolatainkat, és itt tényleg szerintem egy, egy nagyon jó képet tudunk festeni a hallgatóinknak a témákról, amiket, amiket összeszedünk. Igen, és visszatérve hogy mi volt az előtörténetem, hogy mi az előtörténet a podcastnek, ugye, régebben is podcasteltünk, egy, néhány epizódot megél történet, ugye csináltuk a szokásos, klasszikus módon, hogy hát nem, nem költünk semmire, hanem skype-on felhívjuk egymást, aztán vagy felveszünk, vagy találkozunk, és lerakjuk a telefont, és benyomjuk a rögzítést, és akkor abból lesz egy epizód, volt, amikor kocsmáztunk, és akkor elvonultunk egy ilyen szeparéba, aztán ott, ott, ott felvettük telefonnal a beszélgetésünket, de odáig se jutottunk, hogy béreljünk egy próbatermet, nyilván, tehát mondjuk havonta egyszer, hogyha összehoztuk ezt, de hogy elmentünk egy próbaterembe, beültünk, nekik tök újdonság volt az, hogy valaki nem izé-zenekarral jön ide, hanem hanem csak fotelek kellenek, meg mikrofonok. Akkor volt egy nagyon gáz élmény, hogy kb. fél órája podcasteltünk, majd be, belépett a stúdiós maki, és közölte, hogy bocs, de elszállt az egész vendégünk, vagytok egy egy extra, extra ez, ez alkalomra, és az, 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 nagyon ciki volt. Mert ott emlékszem, ott mondta is, hogy kezdjük előről, mert valami elszállt, nem vette föl, mit tudom én, és azért hmm. újra kezdeni egy podcastelést, egy epizódot, az valami iszonyat szánalmas is, meg, meg gáz is. Mert, mert már most mondtad el, hát most nem tud újra elmondani, mert a, a, egy, akkor egy korábbi mondásodra tudsz csak reflektálni, vagy úgy csinálsz, mint mintha még nem, volt, nem mondtad volna még el. És ez elég problémás, de mindegy egyébként, egyébként jó volt, az a próbateremben járkálás, volt egy ilyen kimozdulás élménye, meg jöttek néha vendégeink. És akkor azokat is valahogy próbáltuk így bevonni a műsorba, csak nem sikerült. Aztán ott hasalt el végül, hogy az egyik tagunk, aki most nincs velünk, de, de ő kiutazott Németországba, nyilván ez nem akadályozta volna meg a podcast folytatását, de próbaterembe azért nem mentünk többet magam részéről, mert egyszer, úgy mentem, tehát úgy volt egy ilyen alkalom, hogy megbetegedtem, de iszhatatosan megbetegedtem. És talán 24 órával előtte írtam a, a stúdiónak, hogy bocs, de nem tudok elmenni, nem gyógyultam végül, meg lemondanám. És akkor, amikor legközelebb mentünk, akkor megközölte, hogy hát akkor ezt ki kellene fizetni, mert hogy nálunk az a szabály, hogy 48 órával korábban kell lemondani, különben fizetős. És hát egyrészt köz, hova van ez kiírva, mikor mondtad ezt el nekem? Mm -hmm. Tehát ezt én abszolút etikátlannak érzem, nyilván egy szolgáltatót az teljesen vállalatú az a szabály, hogyha nem jöttél el, és nem mondtad le, zárójelben időben, akkor fizest ki, de ezt úgy elvárni, hogy nem szóltál előre, az az abból problémák lesznek talán az mégiscsak jobban működne, hogy egyszer késnénk, vagy egyszer nem jönnénk el, és akkor mondaná, hogy jó, srácok, most semmi baj, most megvolt rá az okotok, de tudjátok, hogyha legközebb ilyen lesz, akkor ki kell fizetnetek a elmaradt alkalmat is. Na, de mindegy, tehát hogy podcastjeink voltak, mm. filmes, ilyen szerzői filmes közegünk volt, azt én rettentően élveztem, mert ilyen kis szerzői filmeket csinálgattunk ilyen rövid ötletekből, volt, amikor reklámfilmeket is csináltunk ilyen ismerősöknek, tehát azért nem, nem vittük olyan magas szinten ezt a dolgot, de életem legszebb évei köthetők ahhoz, ahhoz a történethez. Ezt nagyjából egy pár évvel ezelőtt így felhajtunk ezekkel az ilyen tartalomgyártásokkal, és hát mindenki ment a maga útjára, nyilván kapcsolatot folyt, fenntartottuk, de hogy már nem voltak ilyen közös podcastek, közös filmek, semmi ilyesmi, de bennem úgy meg volt az az érzés, hogy, hogy de jó lenne podcastelni. És így hallgattam podcasteket, szó szóval szerint ilyen podcast szajha lettem, mert hogy iszat addikt vagyok podcastekre nézve, tehát szabályosan zavar, hogyha nem tudok hallgatni <laughs> epizódokat, iszat szeretek podcastet hallgatni, és ugye mindig ott volt az, az érzés, hogy ha én csinálnám, úristen, az milyen jó lenne, az, azt mennyire jó lennék benne, meg hogy mennyire élvezném. Tényleg nekem van egy ilyen tulajdonságom, hogy imádom visszahallgatni a, az epizódjainkat, mert szeretem hallani magam. És ez tök fura, ezt, ezt gáz kimondani, de elismerem, hogy mindenki más úgy van vele, hogy jaj, az én hangomat felvételről hallani, az olyan gáz, nektek is így van, hogy íze, hogy az olyan gáz. Én nem. Én, én szeretem visszahallgatni magam. És hát az a, mondjuk egy ilyen két évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy kellene podcastelni. És egyből Danira gondoltam, hogy, hogy, legyen a társam ebben, mert tudtam, hogy vevő lesz rá, de rohatul nem tudtuk, hogy, hogy mibe, mibe podcasteljünk. És ugye az, azzal, hogy, 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 tényleg milyen, milyen Marvel epizódok jelentek most meg, és hogy arról kinek mi a véleménye, szerintem azon már úgy túl vagyunk, legjobb esetben is szerintem kinőttük, persze ezzel nem akarok semmilyen Marvel rajongót ö, megsérteni, de egész egyszerűen nekem nagyobb igényem lett arra, hogy úgy érvényes, meg értelmes, meg érdekes legyen az, amiről beszélünk. Ne legyen érdektelen, és bocs, de nekem egy ilyen, egy ilyen szolgálólány meséle, meséje epizódjainak a epizódonkénti kitárgyalása, az nem mond semmit, és abszolút nem jelent semmit, és, és elpazarolt időnek gondolnám azt, hogyha, hogyha ezzel tölt a, az időt, és hál' Istennek ezen túl nőttünk. De hát nem nem tudtuk megfogalmazni még, hogy mivel foglalkozom. Nekem le, volt egy, elég sok ötletem, és a Dani készséggel követett ebben. Egyetlen. Az első elképzelésem az volt, hogy hogy legyen az, hogy Kiberjogász Podcast, mert hogy a kiberjog az egy ilyen tök jó ilyen nem létező kifejezés, és akkor ezzel lehetne valamit kezdeni, hogy akkor legyen belevetnénk az adatvédelmet, meg egy csomó olyan területet, ami, ami, ami jogi is, meg, meg kibervédelem is. És akkor lehetne, nyilván IT-biztonsági podcast az már van, ugye, de, de, hogy, de hogy ilyen kiberjogi podcast az nincsen, meg adatjogi podcast az, az van, azt tudom, de az nem is podcast, mert egy, egyetlen egy host beszél kb. 20-30 percig az ilyen aktualitásokról, de hogy, de hogy elkezdtem gyűjteni a témákat, hogy ez, ez, ez mennyi, ebből mennyire jó tartalom lesz, de hogy egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy ezt így elkezdjem, nem, nem volt sohasem olyan, olyan ideális az idő, hogy, hogy, hogy elkezdjük. Mindig volt valami tököm projekt, ami kivett 3-4 hónapot az életemből, uh -huh. és hát szegény Dani, folyamatosan ö, hitegettem, hogy ebből egyszer hatalmas podcastelés lesz, Dani, csak tarts ki. <síns> <síns> és az, az, volt a legnagyobb veszélye számomra, nem is az, hogy elkezdünk podcastelni, aztán majd nem folytatjuk, mert az még, az még, az még túlélhető, mert legalább van, van 5-10 podcast fönt, hiába nem folytatjuk, tehát 5-10 epizód. De engem sokkal jobban fenyegetett az, hogy elkezdünk podcastelni, és mondjuk három-négy epizód után jövünk rá, hogy nem is ebben a, ebben a műfajban, vagy ebben a témában akarunk podcastelni. Tehát mm -hmm. én például egy kiberjogász podcasttel már totál nem lennék boldog, mert ez egy csomó olyasmit, amit most a jelenlegi podcast keretein belül kitárgyaltunk, azt ott nem tudnánk. Mert egy önkényes, önkényes házfoglaló téma, vagy egy lódító téma, az nem, nem illeszkedik a kiberjoghoz. És ez fenyegetett a leginkább, hogy mivel foglalkozzunk, hogy legyen csak jogi podcast, vagy legyen ilyen, ilyen beszéljük ki a Marvel filmeket, podcast, és, és nyilván az is fontos volt, hogy a Dani is azt érezze, hogy jól érzi magát ebben a dologban, de, de kellett egy kis idő, hogy ez megfogalmazódjon. Még mielőtt tovább megyünk, Dani, mesél erről, vagy te hogy élted azt meg, amikor kezdeményeztem ezt a dolgot? Ugye a, a korábbi projektek, amik azért lazább hangvételek voltak, én Azokat is nagyon élveztem, bár egyébként én, mint hallgató, nagyon kedvelem az ilyen tényleg beszéljük ki a Marvel filmeket, meg hasonló kategóriát. Ugyanakkor nekem az volt a problémám, hogy mivel nem készültünk fel alaposan, és én is egy olyan tudással dolgoztam, hogy oké, okay, hozzá tudok szólni a témákhoz, megvan a véleményem, de mégsem volt annyira alaposan megfogalmazva az egész, és, és ezért valahogy mindig egy picit elégedetlen voltam magammal, és nekem az, hogy nem szeretem visszahallgatni magam, az inkább ebben szokott megnyilvánulni, hogy nem feltétlenül a, a hangom, hogy úristen, visszahallom a hangomat, hanem hogy hogy adott esetben már utólag nem feltétlenül értek egyet azzal, amit akkor is ott mondtam. És ugye ez a szürke zóna nekem abban a szempontból jobb, hogy tényleg vannak filmek, sorozatok, vagy, vagy cikkek, vagy akármi, amit meg lehet nézni, kicsit jobban utána lehet járni, ugye előre megfogalmazzuk a témákat, egy kicsit jobban fel van építve a struktúra, és szerintem ez egy nagy előnye. Amikor ugye mondtad, hogy kéne egy podcastet csinálni, nekem minden, minden podcast alkalomnál, vagy hogy fogalmazok podcast projektnél, mindig az az első gondolatom, hogy, hogy megüljük a vonatot, mert most már mindenki podcastet csinál, ugyanakkor meg ez egy elég buta mentalitás, mert ennyi erővel ne csináljunk soha akciófilmeket, mert már mindenki csinál akciófilmet. Egyszerűen a podcast az egy trend volt, igen, tény és való, hogy mindenki egyszerre kezdett el nagyon rájönni, hogy egy podcastálni szeretne, de ugye amilyen pitcheket mondtál, ugye ötleteket dobtál be, hogy mikről lenne szó. Végülis volt már egy kép a fejedben, hogy milyen lehetne a struktúra, meg ilyesmi, még akkor is, hogyha ez, ez folyamatosan megváltozott. Úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egy tök jó kis projekt lehetne, mert egy picit komolyabb a hangvétel, mert azért tényleg mi is öregettünk, már nem is tudom, hogy hány éve volt a, voltak a régi próbálkozásaink, de valamelyik projekthez képest már tíz évvel idősebbek vagyunk, és azért szerintem jó az, hogyha tényleg jobban át tudjuk gondolni, jobban átlátjuk a dolgokat. Egyébként szerintem mi is nagyon sokat tanultunk a témákból, és okosodtunk, és én abszolút ezt a részét néztem, hogy végül is ez nem csak arra szolgál, hogy szórakoztatás, hanem mondhatjuk azt, hogy egy önfejlesztés is. Ugye. Végül egyébként addig-addig húztam, halasztottam ennek a startját, hogy végül nem is tudom, talán idén 2021 év elején volt egy ilyen abszolút ilyen belső ilyen drive, hogy na jó, ezt most kell elkezdeni. Tehát nem is tudom honnan jött, és nem is tudom azt megelőzően egy-másfél évig miért nem volt meg, de pont talán hallgattam egy podcastet, és előjött egy ilyen nagyon komoly érzés, hogy, hogy ezt én mennyivel másképp csinálnám. És hogy, és hogy én erről mi mindent tudnék mondani, és egész egyszerűen engedtem neki, és talán egy-két egy, egy napot így, így kontempláltam, hogy hogy biztos akarom ezt, meg biztos induljuk, Ez, az egy kötelezettségvállalás, mégiscsak egy podcastelés, tehát uh -huh. hogy hogy ott azt nem, azt nem addig lehet csinálni, amíg így jól esik, hanem, hanem ott azt termelni kell kész. Uh -huh az egy éles stílus <gül> és, és <gül> emlékszem megbeszéltem feleségemmel, ő, ő, ő neki nagyon tetszett, meg is fogalmaztam hogy akkor legyen ez a szürke zóna mert hogy ugye ez honnan származik, az is pár szót azért megérdemel az egész szürke zóna őrületben én legelőször ugye az internetes céghirdetőkkel kezdtem el foglalkozni, saját tapasztalatból elkezdtem gyűjteni róluk az anyagot, már volt ugye telefonbeszélgetés is, amit rögzítettem, egy csomó YouTube videót találtam róluk, egész már határozatok születtek, ugye az epizódból kiderül, hogy, hogy miért, és, és az volt az érzésem, hogy ezt nagyon jó lenne így feldolgozni, és már eleve azért jelentettem föl őket, hogy, hogy így termelődjön a, a, az anyag, a forrás, amit én fel tudok majd dolgozni. És pont olyan időszakon volt, hogy kevesebb munka volt, rászántam azt a néhány órát, hogy így, hogy így írjak egy ilyen 15-20 oldalas, egy ilyen szövegkönyvet lényegében, mert hogy az volt először az elképzelésem, hogy hát, hát mint egy ilyen dokumentumfilmet, vagy nem tudom mit, így, így felmondom és akkor gyakorlatilag lesz egy ilyen átmenet a podcast és a dokumentumfilm között, hogy, hogy, hogy egy, egy témával foglalkozik, de csak, de csak egy szereplője van, és hát bejátszik hangfelvételeket, meg, meg beidéz határozatokat és hasonlók, végül ebből nem lett semmi, mert közben megfogalmazódott, hogy, hogy podcastelni fogok, de hogy ennek a neve meg onnan származik, hogy zsörtölöttem az egyik kollégámnak az internetes céghirdetőkkel szemben, hogy mekkora rohadékok, hogy a, a GVH nem csinál velük semmit, a rendőrség az, az a kezeit, ő nem érdekelt ebben az ügyben, és gyakorlatilag szedik össze a 40 ezreket a gyanútlan megrendelőktől, és nem adnak cserébe semmit, és nagyon jól így ellavíroznak, és egy munkatársam mondta azt, hogy jó, ja, hát ezek ilyen rátáltak ilyen szürke zónára, és mm -hmm. akkor úgy úgy összeállt nekem, hogy, hogy egy csomó ilyen ilyen esetet ismerek, amikor, és tökre szeretek ezekre így rálátni, hogy, hogy amikor se ide, se oda, amikor egy ilyen csiki állapotba bekerült egy, 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 valaki, és így tökre élvezi, hogy így rátalált arra, mint például egy önkényes lakásfoglaló, hogy kiköltözök majd, amikor a bíróság mondja. Igen. És hogy így benne van egy ilyen légüres térben, és így se ide, se oda nem megy, és így ellavírozik. És, és ez, ez így megadta, megadta mind a témáját, mind a címét a podcastnek, hogy szürke zóna podcast. És, és így elkezdtem összeszedni azokat az emlékeket, hogy hogy milyen ügyekkel lehetne foglalkozni, és akkor akkor tájt ugye prezentáltam is neked, hogy akkor most uh -huh. itt az idő, Dani, hogy most akkor el lehet kezdeni a, a podcastelést, és szegény, adtam neked kb. egy hetet, hogy így felkészülj rá, Igen. de az is egy érdekes story volt, mert hogy megírtam neked azt a Messengeren, nem Telegramon, hogy, hogy, hogy akkor menjen a buli, hogy akkor kezdhetnénk jövő hét kedden, vagy nem tudom micsoda, és te amióta ismerlek, mindenre azonnal válaszolsz, és így, és így megnézted, és így, és így nem válaszoltál, és uram mondom, 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 basszus, izé, Daninak most fogyott el a türelme, <laughs> hogy most biztos azon gondolkodik, hogy így megírja, hogy figyelj, Rezső elegem lett ezekből a hülyeségekből. Erre most nem vett mondok, tudod, és így a feleségemnek is mondtam, hogy lehet, hogy berágat rám a Dani, vagy mit, micsoda, és az írtam neked, hogy azért nagyon lesokkoltalak, de hogy így ilyen három napra rá, és akkor írtad, hogy a basszus rohat messenger nem küldte el az üzenetet, és tényleg valamilyen hiba üzenet volt. Úgyhogy ez volt a kezdeményezés, és akkor kitaláltuk azt, hogy így, hogy, hogy álljunk neki, meg mi legyen az elv, és, és szerintem ez egy tök jó ilyen irányvonal, vagy, vagy, vagy vezérszála a podcastnek, hogy nagyon sokféle témával tudunk foglalkozni, de ez a szürke zónás vonatkozás, ez mindvégig megadja azt, hogy merre haladjunk. Ki, kiléphetünk akár a jogterületéről, ki, kiléphetünk az információbiztonság területéről, mint például ugye a Lódítók című epizódunkban is egy olyasmilyen foglalkoztunk, ahol egyik sem volt érintett, Igen. de, de ugye ha van szürkezónás vonatkozás, akkor tudunk vele foglalkozni. És szerintem egy csomó embernek, egy csomó hallgatónak fel tudunk tárni eseteket, ügyeket, és, és talán egy csomó problémát meg tudunk ezzel előzni. Nem mint, hogyha ez lenne a hitvallása a podcastnek, de ez talán egy pozitív hozadéka, hogy tudunk segíteni ezáltal. De hát de nem, nem is kért kérdés, hogy nyilván először saját magunk szolgálatában zajlik ez a szürke zóna, mert mégiscsak azért csináljuk, mert nekünk örömet szerez, de azt azért szeretném szögezni, hogy, hogy a lehető legfontosabb az, és ez végig kíséri az egész podcastelést, hogy az a legfontosabb, a legnagyobb érték, hogy, hogy nektek hallgatóknak ez adjon valamit, hogy ti ebből kapjatok valamit, hogy, hogy nektek az legyen a megélésetek, hogy ez egy jó epizód volt, érdekes volt, elgondolkodom rajta, hallgatom a többit is. Tehát onnantól kezdve, hogy ez, 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 átbillen a mérleg, és nem titeket szolgálunk, hanem a saját jólétünket, ez onnantól kezdve probléma lesz, és, és lehet, hogy emiatt kevesebben fognak minket hallgatni, és ezt szeretném, hogyha ez, a, ez az irányelvez vezetni a podcastet nagyon érdekes, hogy mennyire nem is gondol bele az ember, hogy mennyi szürkezóna létezik a különböző témákban, de legyen ez egy akármennyire jelentéktelen dolog, vagy tényleg egy, egy egész országra kiható dolog, és pont azért, mert hogy, hogy nem gondol bele az ember, nem is vesz észre egy csomó mindent, és szerintem igen, amellett, hogy a, a hallgatóknak, nekünk is szerintem nagyon sokszor azért van ilyen nagy koppanás, hogy úristen, tényleg azért vannak ezek a különböző témák, és hogy mennyire ott vannak a kiskapuk, amiket nem veszünk észre, mennyire ott vannak ezek a szürke zónák, amiket az emberek kihasználnak, vagy pont, hogy nem használnak ki, és, és szerintem igen, egy nagyon érdekes és figyelemfelkeltő téma tud lenni már maga ez az egész szürke zóna. Úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy végül ennél maradtunk, mert ki tudja tényleg, hogy most a kiberjoghoz is én, mint, mint valamennyire passzív társ, meddig tudott volna az a koncepció úgy abban a formában élni. Úgyhogy igen, abszolút örülök, hogy, hogy ezt a szürke zónát választottuk végül, mert majdnem, hogy egy ilyen kimeríthetetlen küblinek tűnik, ahogy szoktuk volt mondani, és hát hétről hétre jönnek az érdekesebbnél érdekesebb témák. A többi szürke zóna vonatkozású dolgot azt a későbbi szürke állomány epizódokba fogjuk kitárnyolni, de most a hek és Lángos által feltett kérdésre fogunk válaszolni. Tehát a 175. epizódban, a Kőpapíroló győztese című epizódban szóltak át nekünk a hek és Lángosék, nevezetesen azt, hogy Celebrite, Celebrite nevű eszköz, az egy olyan eszköz, amit a büntetőeljárások Keretein belül is szoktak használni, és ez arra képes, az infokommunikációs vetületében, hogy másolatot tud csinálni egy eszköznek a tartalmáról, azt beindexeli, és keletkezik ebből egy report, amit elfogadnak a bíróságon. És ugye az igazságügyi informatikai szakértő az benyújthatja, benyújthatja ezt a büntető eljárás során, amikor ő az ő informatikai szakértelmét kikérik egy adott uh -huh. kérdésben. És ebben az a fejlemény, az az aktualitás, hogy ebben az eszközben találtak egy sérülékenységet, vagy ennek az eszköznek a működésében. Mert, hogyha valaki bizonyos típusú, speciálisan elkészített fájlokat helyez el az eszközén, akkor ezzel meg lehet hamisítani a Celebrite eszközön lévő riportokat, akár visszamenőleg is. És emiatt, ugye, ezek a Reportok nem lesznek megbízhatóak, de bizonyos ügyekben döntő bizonyíték is lehetett egy adott ilyen riport. És akkor ez volt a nagy kérdés, hogy mi van ezekben az esetekben. Hogy ezekben az ügyekben, ahol adott esetben eldöntötte egy vádlottnak a bűnösségét az, hogy, hogy ebből az eszközből szerezték meg az információkat, hogy akkor itt mi történhet, elvileg már biztos elítélt újra tárgyalást is kért erre hivatkozva, na és emiatt kérdezték a véleményünket, elsősorban ugye jogi szempontból, és erre most reagálunk. Tehát az lenne itt a lényeg, egy rendkívül analóg ügyet szeretnék ide beidézni. A Washington Post hozta le, nem is olyan régen, utána pár éve. Egy nagyon érdekes hírt, még az index is közölte, hogy majdnem megállapításra került, hogy majdnem két évtizeden keresztül az FBI-nak a forenzikus egysége az ezáltal adott hibás szakértői vélemények miatt ugyanez a helyzet állt elő. Tehát hibás szakértői véleményeket adott két évtizeden keresztül ez az egység, és 28 szakértőből 26 ilyen vizsgáló, vélte felfedezni az egyes, egyezőséget minimális hasonlóság esetén haj hajmintát tekintve. Tehát meg, megvizsgáltak egy hajmintát, uh -huh. nem volt egyezőség, de minimális azért volt, minimális hasonlóság, és ők, mint szakértők azt mondták, hogy ez a minta egyezik az összevetett mintával. És ugye sok esetben... Ez valakinek a, megint csak a döntő bizonyítéka lehetett az eljárásában, hogy ez alapján derült ki, hogy az ő haja van-e a, a, az áldozatnak a pulcsián, vagy, vagy nincs. Lehet adott esetben, hogy nem az ő haja volt, de az FBI Forensic Unit az azt mondta, hogy már pedig van minimális hasonlóság, szóval ez az övé. És ugye ez úgy keletkezett, hogy 268 tárgyalást ö, vizsgáltak felül, és annak az eredményét is, és nagyjából ennek a 98%-át érintette ez a hiba hibafaktor. Az elítéltek közül már több embert halára ítéltek, és néhányat már ki is végeztek, szóval eléggé problémás ebből a szempontból, hogy gyakorlatilag itt megint csak az a, az, az eset, hogy egy, egy sérülékenységet véltek felfedezni egy bizonyítási eszközben. És ugye, Ebben az ügyben például az államot segítette két szervezet, az egyik a National Association of Criminal, Criminal Defense Lawyers, tehát ez a, a büntetőjogi védő ügyvédeknek a nemzeti szövetkezete, a NACDL, vagy nem tudom, hogy mondják, és az Innocence Project, azzal szerintem már mi is találkoztunk a podcast keretein belül is, a, a Making a Murderer sorozaton belül szerintem ők is előjöttek. Uh -huh. Tehát azt illetően. És hogy ez a hatályos jogszabályunk ezt miképpen ismeri, gyakorlatilag a büntető eljárásról szóló törvényünk, azaz a BE, a 637. paragrafusában írja le a perúításnak a feltételeit. Egy kicsit hosszasabb rész, de megpróbálom röviden felolvasni. A bíróság jogerős a vádról rendelkező ügydöntő határozatával befejezett büntető eljárás esetén perúításnak van helye, ha Például az egyik, az A pont, az az, hogy az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tény, tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy A pont, A pont, terheltet fel kell menteni, lényegesen ennyi büntetés kell kiszabni, blablabla, bla, bla, nem is ez az érdekes, nekünk a D pont az érdekes, az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel. Na most az, hogyha egy sérlékeny rendszerrel riportáltak valamit, és az, azt beterjesztették bizonyítékként, nem is akár két szakértő, arra talán hogy hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel. De ezt is csak bizonyos esetekben lehet ö, felhasználni. Konkrétan a Ilyen esetben perúításnak csak akkor van helye, ha a perúítási okként megjelölt bűncselekmény elkövetését jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen ügydöntő határozat meghozatalát nem bizonyítottság hiánya zárta ki, és e bűncselekmény a bíróság vádról rendelkező ügydöntő határozatát érdemben befolyásolta. Tehát láthatjuk azt, hogy nagyon szigorú feltételei vannak annak, hogy, hogy egy újra tárgyalják a már olyan ügyet, amiben már ítélet született. És ezt se lehet ugye bármikor megtenni, tehát jellemzően a bizonyítékokkal kell valami olyan mahinációt végrehajtani, vagy, vagy egész egyszerűen új bizonyítéknak kell felmerülnie, hogy egyáltalán újra tárgyalják a történetet. Értem szerint ez nagyon ritkán fordul elő, mert azon neve sokból, nem szoktak új bizonyítékok előjönni, vagy nem derül ki a bizonyítékokról, hogy hamisított a bizonyíték, vagy hamis. És még hogyha az is kiderül, vagy az is valószínűsíthetővé válik, akkor is annak csak akkor van helye, amikor amit felolvastam, hogy jogerős a vádról rendelkező ügydöntő határozat megállapította, hogy hamis a bizonyíték. Tehát nem, nem, nem magától értetődő, hogy hát ebből gyakorlatilag semmisé válnak az ítéletek, vagy az egész eljárás, és újra fel kell venni, megvan ennek a maga procedúrája. És ugye azok a fórumok, ahol, ahol ezt érvényesíteni tudod, azok sem biztos, hogy együtt fognak veled működni. Úgy értem, hogy nem biztos, hogy szerintük egy ilyen sérlékeny rendszer az ügydöntő ebből a szempontból. Tehát az, hogy mondhatják akár azt is fogalmam sincs. Hogy hogy oké, te azt mondod, hogy sérlékeny rendszer, hmm. és a sérlékenység fennállása alatt állítottak ki olyan riportot, ami alapján mi elítéltünk X-Y-t, de azt mondják, hogy. Nem, nem bizonyított az, hogy a sérlékenység kihasználásra került-e? Tehát lehet, hogy kihasználták, de ne, lehet, hogy nem. Egyelőre nem tudjuk. Tehát ez automatikusan nem vonja maga után a bizonyítéknak a kizárását. Nyilván a büntető eljárások ö, rögzíti azokat az eseteket is, amikor ki kell zárni egy eszközt a bizonyítási eljárásból. Uh -huh. De 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 értemszerűen meg kell járni a a szükséges fórumokat. Magyarországon ezek a fórumok lényegesen szűkebbek, tehát ugye Magyarországon a első fokon meghozott döntést azt értemszerűen fellebezni tudod, lesz ebből egy másodfok, azt is feljebb tudod vinni, de nem tudod alapvetően mindenre tekintettel, nem tudsz fellebezni, hanem csak bizonyos módod van, meg bizonyos lehetőséged van arra, hogy, hogy fellebezzél, hogyha mondjuk eljárásbeli visszasság valósult meg. Adott esetben az alkotmánybírósághoz is mehetsz, meg ugye Brüsszelhez is mehetsz, tehát elég úgy tűnik, hogy sok lehetőséged van, de, de ezek valójában nem kimerítő lehetőségek, tehát egy alkotmánybíróság nem szokott semlegesíteni egy, egy büntetőjogi ítéletet. Az Egyesült Államokban már lényegesen terjedelmesebbek ezek a Fórumok, tehát ott ugye nem csak, nem csak, helyi bíróság van, nem csak állami bíróság, de szövetségi bíróság is van, és ezeket a, ezeket a lépcsőfokokat meg lehet tenni, de minél feljebb kerülsz, annál ritkább, hogy rád nézve, mint elítéltre nézve pozitív hozadéka legyen a fellebezésednek, vagy a döntés megtámadásának. És Magyarországon még az is egy Érdekesség, hogy ugye amerikai filmekben, ilyen bíróságos filmekben, ugye láthatjuk azt, hogy fennállhat néha ez az, ez a helyzet, hogy a bíró azt mondja, hogy hát meg van kötve a kezem, hát nincs mit csinálnom. Talán ugye a, a Törés című film volt az Anthony Hopkins-sal, amiben ugye kiderült az, hogy, uh -huh. hogy és ezt az Anthony Hopkins, mint vádlott, ezt így is tervezte a felesége meggyilkolásakor, hogy az eljáró rendőr, aki felvette a bizonyítékokat, az a feleségnek a szeretője volt. És hát ő ezt akkora zseni volt a filmben, hogy ezt ő ki is találta. És hát amikor ez kibukott, akkor a bíró nő elég nagy bajba volt, hogy hát Isten, most a bizonyítékoknak kb. Úgy a 95%-át úgy, 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 úgy ki kell vennünk az eljárásból, mert hogy potenciális ténytelhetőség, tehát potenciálisan manipulálták a, a, a bizonyítékot mert hogy egy olyan bíró, vagy olyan, olyan szereplő járt el benne, aki érintett az ügyben, tehát a szeretője az áldozatnak. Ez beszédes is egyébként, de, de majd az Egyesült Államokban meg megint csak azt mondom, hogy, hogy teljesen másképp néz ki ez a történet, mert az eljárás során, ugye az eljárás végén az, hogy bűnöse valaki vagy nem, ilyen nagyobb szintű történeteknél, nagyobb szintű bűncselekményeknél, az eskütszék dönti el és az esküdcéknél nagyon figyelnek arra, hogyha láttátok a O.J. Simpsonról szóló sorozatot, abból nagyon kiderült, hogy, hogy ezeket annyira izolálják, ezeket az esküdteket, hogy semmit ne, semmit ne tudjanak meg, amit amitről nem kell tudniuk, ne nézzék a híradót, mert az befolyásolhatja az ő ítélő képességüket, és ugye ebből az is következik, hogy a bizonyítékok közül is csak azokhoz férhetnek hozzá, amit a bíróság úgy dönt, hogy hozzáférhet. És ugye volt is egy epizód, meg hát a valóságban is így volt, szóval nem spoilerezünk, uh -huh. mert történelmi tények, de hogy ott is az volt, hogy kiderült egy hangfelvétel az eljáró rendőről, amint valami forgatókönyvírónak ad valami interjút, és ott elmagyarázza azt, hogy hát a Los Angelesben a feketéket azokat be kell sározni, hogyha nem találsz drogot, akkor előveszed a zsebedből, és már lesz droga a csomagtartóban, és hát így kell eljárni, és szóba hozza a, a bírót is, aki, aki az O.J. Simpson ügyében eljárt, egy ilyen ázsiai bíró, és ott az emlegeti, és ott, ott a bírónak volt egy ilyen, egy ilyen dilemmája, hogy ezt ezt bocsássa-e az esküdtszéknek a rendelkezésére. És de. ugye, hogyha ők hozzáférnek bizonyos bizonyítási eszközökhöz, az, az adott esetben befolyásolhatja az eljárásnak a kimenetelét, de hogyha nem kapnak meg valamit, hát az is. És ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy Magyarországon is ugyanúgy fennáll az, hogy bizonyos bizonyítási eszközöket adott esetben figyelmen kívül hagy a bíróság, nyilván nem utólag, hanem közben. Tehát, tehát hogyha olvasgatok ilyen ítéleteket, abból kiderül, hogy, hogy lefolytatja a szenvedélyes bizonyítást valamire nézve a védő, és, és vagy lefolytatja, és abból ki is derül valami olyasmi, ami enyhítené a felelősségre vonhatóságát a védencének, de a bíróság leírja, hogy ennek helyt adott, mm. adott esetben el is, el is ismeri, hogy ez bizonyítja azt, amit a védő bizonyítani akart, de egyébként meg más bizonyítékkal teljesen alátámasztható a vád, vádnak a, az álláspontja, szóval effektíve figyelembe vehetné de minek. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy lehet az, hogy ez a Celebrite eszköz, ez sérlékeny volt, és ez alapján megállapítása, illetve bizonyításra került valami a büntető eljárás során, de hogyha azt a tényt más dolog is tudta bizonyítani kellő hatékonysággal, akkor igazából volt mindegy, hogy ez a Celebrite eszköz a sérülékeny volt-e vagy nem, mert a bíróság mondhatja ezt, hogy Oké, okay, a sérlékeny volt, de egyébként azt a dolgot más is ö, bizonyította. Tehát, amit már mondjuk egy tanúvallomás is igazol, meg egy beismerővallomás is igazol, meg egyéb, egyéb objektív körülmények is alátámasztják, arról úgy már lehet mondani azt, hogy most az, hogy van egy informatikai riport, uh -huh. az éppenséggel mindegy. Tehát nem, nem feltétlenül szokták egyébként sem a, a, az eszközöket, eszközöknek a megbízhatóságát pörgetni a büntető eljárás során. Nyilván ilyen esetben, amikor már elítéltek embereket, amiben tudnak, belekapaszkodnak. Sok múlik azon, hogy kinek mennyi pénze van a védőkre, de szerencsére vannak jogvédő szervezetek, mint például az Innocence Project, vagy Magyarországon a TASZ, mm. akik adott esetben ugrani tudnak egy ilyenre, és segítenek az elítélteknek. Úgyhogy ennyi volt a mókamára, szerintem körbejártuk a. A, ezt a kérdést is, és sok egyéb témával szeretném foglalkozni a szürkeállomány fórumában, vagy hogy is mondjam, rovatában, és ezt most megkapjátok valós időben, tehát ez rövidesen azután, hogy elkészítjük ezt közé is tettük, de a szürkeállomány epizódok a későbbiekben elsősorban a patronálóink számára lesz elérhető, és csak egy későbbi időpontban, egy három- négy hét elteltével mm. hozzuk nyilvánosságra rendesen a podcast folyamán belül, szó szóval már csak ezért is megéri patronálóvá válni. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, ez volt a Szürke Zóna Podcast szürkeállomány rovata, én Rezső voltam, ő pedig Dani, maradjatok velünk, sziasztok! El